Üdvözletem, flaszterezünk, méghozzá új vendéget köszönhetek, Hardi Mihály, a Klubrádió főszerkesztője. Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat, meg nézőket, meg mindenkit, üdvözlöm. Mindenkit. Örülünk, hogy jöttél. És hát Ficsort Benedek, a Magyar Hang főmunkatársa. Én is üdvözlök mindenkit. Aki nem új vendég, de ugyanúgy örülök neki. Na, annyira nem. Egy kicsit, hát mivel sokszor örülök. Voltam, annyira nem örülsz. De örülök. No, kezdjünk egy kicsit ilyen gazdasági témával. Sok mindent összeírtam. Indítsuk azzal, hogy a KSH adatai szerint a reál keresetek 19,6%-kal csökkentek, köszönhetően annak, hogy ugyan voltak béremelések, de hát az infláció, ami továbbra is Európa bajnok, az megette mindazt, amit a kormány nagy lelkén adományozott. Úgyhogy nem állunk túl jól, és valahogy ide felírtam még a... Hát de hova? Hálátlan dolog számokról beszélni. Nem, azért hálátlan, mert esküszöm, hogy felírtam, de már csak azért látom azt, hogy sertéshúsból, meg marhahúsból kell majd akciót hirdetni. Tényleg nincs meg, pedig olyan lelkesen kívül, ilyen sokat írtam. Szóval, hogy a medián kereset az ilyen 296 ezer forint, ha jól emlékszem, ha nem jól, majd úgyis kikapok érte. Nem tudom, hogy ez hova tűnt innen a kis papíromra. Szóval, hogy 300 ezer forint alatt van, és ugye a medián kereset az az összeg, ami középen van, a fele kevesebbet keres, a másik fele meg többet keres, mert hogy az átlag bér az mindig a nagyon szépen mutat, de hogy inkább ez mutatja a valóságot. És hát ez már nem olyan jelentős összeg, mint amit ugye ez a bizonyos átlagbér mutatna. Most már nagyon sokat beszéltünk róla ebben a műsorban is, minden műsorban is, gondolom ti is sokat beszéltek róla, hogy infláció, rekordinfláció, a keresetek, az árak, és a többi, és a többi. És én azzal gondoltam, hogy ezt már tényleg nagyon sokszor megtárgyaltuk, hogy hozzávennék, és itt jönnek be a marhahúsok, tejek, tejfölök, sajtok, amik elvitték valahova az én medián keresetes részemet, hogy a kormány ugye meghirdette az infláció elleni küzdelmet, leginkább ilyen ársapkákkal akar harcolni, amiről már sokszor szintén elmondtuk, hogy ezek az ársapkák gerjesztik közben az infláció egy másik oldalon. És akkor itt van ez az új akció, megjelentek a részletek, azt azért lehetett sejteni, hogy ezzel így a nagyoknak akar odavágni a kormány szokás szerint, de meglepő módon olyan alacsonyan húzták meg a éves bevételi szintet, ami fölött ugye ezeket a kényszer akciókat, vagy brüsszeli háborús inflációs akciókat meg kell hirdetni, hogy nem csak hogy a nagy üzletek, az Aldi, a Lidl, meg az összes többi beleesik, hanem a Coop, a CBA, Prima, a reál üzletek jelentős része, és közel 400 olyan vállalkozás, akik mindössze egyetlen üzlethelyiséget üzemeltetnek valahol az országban, de hát olyan a bevételük, hogy nekik is ezt az akciót meg kell hirdetniük. És akkor erről az akcióról még, mert erről már tanakodtunk, hogy vajon ez hogy fog kinézni, hát ez úgy fog kinézni, hogy kijelöltek 20 akcióköteles termék kategóriát. Ilyenek vannak, hogy baromfi hús, sertés, marhahús, tej, tejföl, sajt, kenyér, péksütemények, száraz tészta, rizs, friss gyümölcs, friss zöldség, készételek, fűszerek, ételizesítők. És hogy ezekből a termék csomagokból mindig kell egy olyan terméket kiválasztani, ami a 10%-kal olcsóbban kell adni, és ez a termék pedig az, amelyik a kötelező akciózást megelőző 30 napban általuk alkalmazott legalacsonyabb áron futott. Hát ez ilyen rém egyszerű lesz, ez főleg a kis üzleteknek ezt megvalósítani. Szerintetek lesz ennek valamilyen érdemi hatása? Az égvilágon semmi. Következő téma. De akkor hadd vegyem elő az én régi Tesco-s énemet, hiszen én dolgoztam a Tesco-ban 2,5 vagy 3 évig, mint kommunikációs igazgató. Annak annyi hozadéka mindenképpen volt, hogy azóta is én járok bevásárolni a családban, tehát én érzékelem az árakat. Hát ennek ugye azért van néhány dolog, amit le kell szögezni. Egyetlen áruházláncnak sincsen a raktárban pénzjegy nyomdája. Tehát ez magyarul azt jelenti, hogy ezeket az akciózásokat, meg ezeket a dolgokat óhatatlanul át fogják hárítani a vásárlóra, mert máshogyan ezt nem tudják megtenni. Ez az egyik. A másik, hogy egy dörzsölt kereskedő, az most piszkosul fölviszi ennek a 20 termékcsoportnak egy részének az árát, hogy utána majd, amikor ebből 10%-ot le kell engednie ugye július 1-től,
akkor az jobban mutasson. Hát ugye azért a kereskedő dörzsölt meg hozzáértő figurák mindig szeretik úgy feltüntetni, hogy akció, akció, és feltüntetik a két évvel ezelőtti legmagasabb karácsonyi vásár idejéni legmagasabb árat, és akkor abból engednek 10%-ot, de az még mindig több, mint amennyi ilyenkor lenni szokott. Egyébként meg én azt gondolom, hogy nem a kereskedelem oldalán kell beavatkozni ebbe, hanem a termelés, a gyártó oldalán kellett volna ebbe beavatkozni. Annak vannak talán közgazdasági racionalitása, tehát... Na várj, azért... ezt majd mondd el, hogy mire gondolsz, hogy mert én ezt az állami beavatkozást az inflációval szembeni küzdelemben még mindig nem igazán látom, mert hogy nincs. Mármint, hogy Magyarországon nincs, ezek az ársapkák nyilván nem. De hogy amit mondtál, hogyha ez úgy lesz, hogy pont van egy hónapjuk arra, hát ez hogy feltolják az árakat, hogy majd ugye egy magasabb bázisra kelljen visszamenni, de az akkor az azt jelenti, hogy most megint nőni fog az infláció értelemszerűen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ez egész egyszerűen végrehajthatatlan. Tehát gondoljatok bele, hogy 20 termékcsoportot egy, ezt hogy a bánatban lehet ezt végigcsinálni, ezt most végig gondolni, kimatekozni, tehát ez megint ugye költsége ezeknek a cégeknek, a költségeket pedig kifizeti a végén a vásárló, másrészt meg hogy lehet ezt majd ellenőrizni? Vagy hogy akkor majd kimegy a gazdasági versenyhivatal, vagy a fogyasztóvédelem, és akkor elkezdi szénné büntetni a, nem tudom én, a német diszkontokat, vagy a külföldi láncokat, és akkor elkerülik a Prímát meg a CBA-t? Vagy hogy lesz ez? Szóval... Hát vagy a kicsiket, mert ugye akkor itt, ahogy mondtad, az egy üzlettel rendelkező vállalkozások is beleesnek, és nyilván nekik egyébként pont kapacitás hiány miatt nagyobb az esélyük, hogy hibáznak. Mert hogyha mondjuk két ember viszi a boltot, vagy három, akkor nekik nem hiszem, hogy marad arra idejük, hogy végig számolják ezt, hogy akkor mi lesz a legmagasabb ár, amiből majd engedni, vagy a legalacsonyabbhoz viszonyítani. Tehát, hogy, és egyébként szerintem büntetni fognak, mert nyilván ez lesz a, vagy ez az egyik célja ennek. Annyi könnyebbség van, hogy egy-egy szabadon választott termék, tehát hogy legalább a kereskedő választhat, hogy akkor ő azt akarja majd 10%-kal akciózni, de biztos, hogy bonyolult. Még talán a nagyoknál a jól bejáratott rendszer miatt valószínűleg egyszerűbb ezt megoldani, de igen, a kicsik nem. De mondjuk a szabadon választottnál meg, ugye a listában ott van az ételízesítő. Hát, hogy akkor valaki leviszi az ételízesítő árát, vagy fűszer árát, és abból mennyit profitál a lakosság, hogyha 10%-kal olcsóban tudom megvenni. Szerintem nem kell venni ételízesítőt egyébként. Hát, én ételízesítő ellenes vagyok. Számít ételízesítőnek? A piros paprika? A piros arany? A mustár? A vegeta? Mi számít hát ételízesítőnek? Vagy a curry? Hát vagy... amivel az ételt ízesítetted, ugye? Ez lenne az a termékcsoport. Jó kérdés. Szóval itt azért ez egy nagyon a hajánál fogva előrángatott ötlet, baromi jól hangzik. És hát, ez a lényeg egyébként. Hát persze, hogy ne. Hát ez megint a látványpékség a politikában, szóval ez a szemfényvesztés minősített esete. Mert az is benne van ugye a rendeletben, hogy jól látható helyen ki kell majd függeszteni természetesen, hogy a kormány... Várjátok meg, lesz még egy rendelet, ahol majd egy diszkrét kis táblát is el kell helyezni, hogy a kormánynak köszönhetően ennek a terméknek az ára 10%-kal olcsóbb, mint egy hónappal ezelőtt volt, ahogy ezt a gázszámlán meg egyéb helyen megszokhattuk. Csak éppen azt nem tudom, hogy ennek mi köze az inflációhoz, vagy mi köze lesz az infláció féken tartásához. Ugye egyrészt a dolog elszabadult akkor, amikor a Kossuth Rádiónak egy reggeli műsorában a miniszterelnök egyszer csak kiejtette a száján, hogy már pedig az év végére egy számjegyű lesz az infláció. És akkor az infláció halálra rémült, és most már rögtön tudja, hogy akkor neki egy számjegyűnek kell lenni. Figyelj, az infláció behúzta a farkát egyébként, csak ennyi történt. Mert ugye 25,7-re 25,2-ig ez a farokbehúzás. Ez nagy eredmény. Hogy... És hát a másik pedig ugye a magyarázatok, hogy miért van infláció. Hát Soros, Gyurcsány, Brüsszel. Ugye hát ezek a gazdasági magyarázatok. Nem, megint hülyének néztek bennünket attól tartani. Te voltál itt bennek, mikor legutóbb beszélgetek, mikor megjelent ez a rend? Nem. Mert hogy akkor, én már így ötleteltem akkor erről is, nekem pont... Nem lehetett tudni még semmit, csak hogy majd lesz valamilyen elég zűrzavaros ilyen kényszer akciózás, és én már akkor is azt mondtam, hogy valószínűleg ez a lényeg az egésznek, a jól látható tábla,
meg hogy ilyen nemzeti színű akciós butyerka kerüljön a termékre, hogy a kormány rendeletének köszönhetően ez a termék most 10%-kal kevesebb, és akkor ez egy kellemes kommunikációs csatorna, egy új csatornát nyit a kormány, csak közben meg tényleg abban így bele se gondoltam, amit mondtál az elején, az most így elgondolkodtatod, hogy ha a kereskedők élnek ezzel a lehetőséggel, és azért eddig éltek ezzel a lehetőséggel, hogy az ársapkás termékek x forintnyi veszteségét azért azt úgy x plusz valamennyiként osztották szét a többi terméken. És hát ha jártok üzletbe, akkor láttatok 2,8-as tejet úgy hegyekben állni? Ma! Már ma! Laktózmentes 2,8-as tej, úgyhogy gyorsan. Szóval nagyon fura dolog ez, mert hát én ugye, én még a tudatos életemet a szocializmusban, a létező szocializmusban töltöttem, sőt a Szovjetunióban, ahol megszoktam azt, hogy mindenből hiányzik vannak, de nálunk azért az elmúlt 30 évben ilyen üres polcok régen voltak meg, az, hogy maximalizálták azt, hogy most lehet venni egy literét olajat, vagy van, ahol kettőt lehetett venni. Szóval ezek a gazdaság működésének az abnormalitását mutatják ezek az intézkedések. Azzal együtt, hogy természetesen nyilván azoknak, például a nyugdíjasoknak, az egy gesztus volt, amikor a farhát, a csirkefarhátot levitték, vagy bevitték ebbe az ársapkás termékcsoportba. Szóval ez igazából az infláció például a kiskeresőtűeknek, a sok gyerekesnek, embereknek, főleg vidéken, ahol még alacsonyabbak a fizetések, és hát a nyugdíjasoknak fáj ez igazán, mert az élelmiszer az, amiből igazán sokat vásárolunk. Hát igen, a nyugdíjas infláció ugye magasabb, mint az átlag infláció, és egyébként a segítség volt sokaknak, hogy a ársapkás termékekből már amikor találtak, akkor tudtak vásárolni. Csak a kérdés az, hogy amit nyertek itt, azt mennyit vesztettek ott? Hát, hogy a többi terméken, amiből adott esetben vásárolták. Hát, meg hogy milyen hatása lesz a többi termékre? Mondjuk pont a csirkemell kapcsán nagyon sokat írtak arról, hogy mi történik a fújkamellel, ami ugye banálisnak tűnhet ez az összehasonlítás. Viszont, hogy az egyiket, most nem vagyok tisztában pontosan az árakat, de mondjuk 3000 forintért lehet megvásárolni a másikat, ársapkáson a feléért vagy még olcsóbban, akkor nyilván az nem fogja a termelőket arra ösztönözni, hogy a pulyka mellel is foglalkozzanak, és nagyon sok minden mással, és az olyan láncolatot indíthat el, aminek nem lesz jó vége, még akkor sem, hogyha most rövid távon talán azt mondjuk, hogy igen, ha van olcsóbb csirkemell, akkor én jobban járok a bevásárlásnál. Tehát, hogy nem csak a máshol megdrágított, vagy a máshol visszahozott veszteség miatt járunk rosszul, hanem hosszú távon sajnos azért ennél jóval több össze. És egyébként csak egy picit visszatérve ez a reál kereset csökkenéshez, hogy ugye volt egy ilyen mítosz, vagy legalábbis sokan szerintem ebben a tudatban ringattuk magunkat, hogy a reálbérek csökkenése az egyetlen, ami megrengetheti a Fidesz uralmát. Ugye volt, nem tudom, hogy ez mennyire volt ilyen wishful thinking, hogyha itt gazdasági visszaesés következik be, na akkor majd, mert mindent megúszhatnak, de azt nem, és hogy ez a mitosz is megdőlni látszik, mert nem történt semmi az égvilágon. És ezért nem is értem egyébként ezt az intézkedést, hogy nagyon jól látszatnak, ki lesz írva valószínűleg, és reklámnak marha jól néz ki, csak hogy mi értelme van? Azért, mert hogyha Orbán Viktor azt mondta abban a bizonyos rádióműsorban, hogy egy számjegyű lesz az infláció, és harcot hirdetett, akkor annak a harcnak valamilyen látszata kell, hogy legyen. Tehát, hogy érted, az nem harc, hogy csoda, hogy nem hangzott csökkenget. El, hogy földre visszük az inflációt, meg két vára fektetjük. Azt majd csak jövőre. Azt majd, igen. Én nagyon kíváncsi vagyok a következő hónapban a KSH jelentésére, hogy sikerül-e 25% alá csúszni. Mert hogy a GKI meg pont ma adott ki, vagy tegnap egy elnézést ezekkel. Na, azért nem vagyok képbe ennyire, mert képbe vagyok csak, hogy ezekkel a dátumokkal, mert hogy most érkeztem vissza kis hazánkba, és még ilyen frissen zúdultak rám az események. Szóval, hogy 0,5%-os GDP csökkenést prognosztizálnak, amit ugye úgynevezett recesszió, és 19%-os éves inflációt, ami nagyon durva. Azt hagyjam, hogy nem egy számjegyű, mert az egy dolog. De hogyha belegondolunk, hogy a tavalyi év bázisára rájön egy éves 19%-os, az ami már tavaly is már nagyon komolyan ment, és ráadásul, de hát ezt szerintem a Magyar Hang olvasói is tudják jól, hogy eszükbe vésték, hogy az infláció az nem az ukrán háborúval kezdődött el. Az jóval előbb elkezdődött, amikor több száz milliárdnyi pénz kiáramlott az emberekhez. Senki nem emlékszik erre komolyan. Pedig ez a választások előtt, ugye ez már előző évben 2021 őszén elkezdődött, amikor ide is tettünk egy pár száz milliót, ők is kaptak egy 13. havi nyugdíjat, meg a fegyverpénz, meg a minden, és ezt most elinflálja
természetesen a kormány. Tehát amit az egyik kezével adott, azt gyorsan visszaveszi a másikkal. Tehát ez jóval előbb elkezdődött, ennek így még az energiaárakhoz igazából semmi köze sincsen. Igen, csak itt azt a kérdést kéne feltened a kedves választópolgárnak, és most nem a magyar hang olvasóiról van, hanem ez hülye hangzott, a bárkinek, hogy tetszenek emlékezni hatósági áras üzemanyag indulása, ugye, kontra elhibázott brüsszeli szankciók miatti inflációs kampány. Na, melyik volt hamarabb, ugye tyúk vagy tojás? Nem, mert ez nem tyúk vagy tojás. És ez már nincs meg, tehát ez már régen volt, nem is nagyon figyelték az emberek. Az a baj, hogy tényleg a kormány végül is a saját táborának azt mond, amit akar. És mondja is, tehát hogy ebben hiba nincsen. Hát és a népszerűségük meg töretlen. Sőt, hát ahogy láttuk még az elmúlt hónapok intézkedései és a visszaesés ellenére is. Jó, de kire kéne szavazni? Mert, tehát ja, engem egy picit sok, azért sok voltak, nem voltak sok. De a bizonytalanok tábora sem nőtt, és nem csökkent a Fidesz tábora, tehát nem morzsolódtak le, sőt, még vissza is szedtek ahhoz képest, hogy álltak tavaly, vagy mondjuk a koronavírus járvány csúcsán. Hát, hogy nem rengette meg. Szóval nem voltam sokáig távol, de direkt nem foglalkoztam magyar közéletet. Ez egy egészséges életosztály. Abszolút, nyertem egy évet. De mondjuk reálba megvesztek. De most elinfláljuk, hogy... Ja, per kész, annyi, hogy visszajöttem, el is buktam már a repülőtéren. Hogy... És jöttek a hírek. Néztem ezt a kordonbontást. Hajnal Miklós motoszkál a rendőrnél, vagy nem tudom. Azért nem tudom, rendőrtől elvenni bármilyen fegyver szerű van, tehát hogy az nem szokott jól elsülni. Aztán Donát Anna kvázi feljelenti a magyar kormánynak a hatóságot a Unióban, mert hogy ugye könyvgázzal fújták le a diákokat. És persze hát mindenki morcos lenne, hogyha a saját gyermekét könyvgázzal fújják le, de hát ezt láttuk, hogy például Párizsban, hogy lép fel a rendőrség. Tehát, hogy itt olyan történnek is. Hogy kerültek egyáltalán oda a képviselők kordont bontani? Miközben ugye ott egy meghirdetett szakszervezeti tüntetés volt, ahol elmentek a pártok is korábban, ami nem a Karmelitánál. És akkor ők ott elmentek, nem voltak akkor a média felhajtás, nem tudom pontosan mi zajlott le a fejükbe, és egyszer csak kitalálták, hogy akkor megyünk. Mikor is bontottunk kordont, srácok? Tegnap előtt. Ó, nagyon régen volt. Nekem hiányzik nektek, és igen, menjünk. Tehát, hogy és ezekkel foglalkoznak, és miről nem esik szó, azt így most így vagy olvasgattam, megnéztem a műsorokat a kordonbontás ügy kapcsán, hogy az egész miből indult. Pedagógusok, státusztörvény. Hát és hogy sikeres volt az akció, köszönjük szépen. Ezren voltak kint nagyjából, de akkor az már egy Rákai Filip szellemében tett becslés, hogy a Karmelitánál ezen a tüntetésen, a státusztörvény elleni tüntetésen. És azért hát a korábbi pedagógus tüntetésekkel, vagy diák megmozdulásokkal összevetve azért ez elég. És a legtragikusabb epizódja, azt nem tudom, hogy láthatok-e, hogy a HVG egyik újságíróját, a helyszínen tartózkodó újságírót megbüntették 50 000 forintra, mert hogy legalábbis valószínűsíthetően összetévesztették egy momentumos politikussal. Tehát hogy ez a helyszínen lévő politikusokra nézve azt hiszem, hogy a rendőrség azért büntette meg, mert hogy ő leült a Csák János minisztert szállító kis busz elé, és ezzel akadályozta, hogy bejusson a miniszter a kordonon belőle. Ez volt a magyarázat, de a fotón egyértelműen látható, hogy nem ő van, hanem a momentumos politikusok, de hogy a rendőrség még csak föl se ismerte azokat, akik ott rendetlenkednek, mert hogy ez annyira tragikus, vagy tragikomikus. Bezzeg, hogy... amikor az Antifa tüntetőt kellett azonosítani, milyen gyorsan ment. Alap, igen. Rips-rops. De nagyon egyszerű, Kínából be kell szerezni ezeket az arcfelismerő szoftvereket, kamerákat. Kész. Hát... Ezek olyan ember, nem ismerik fel a momentumosokat. Olyan embert szinten is be kell szerezni, aki ezt értelmezni tudja. Ja, igen. Bocsánat, igen. Ezt a rossz májuság volt. Figyeljetek, most rájöttem, hogy jók ezek a témák, meg beszéljünk is róla, de hogy használjuk ki azt az alkalmat, hogy én most még viszonylag ilyen szűz vagyok per pillanat magyar közéletből. Mi történt, ami hadsereg főparancsnok 100 000-esünkkel? Miért lett ő elküldve? Hát ez nem is az, hogy miért lett elküldve, hanem miért ilyen hirtelen. Mert hogy azonnali hatállyal, hát ilyet nem szoktak. Tehát azért általában a hadseregnél, tehát valami gigszer van benne, vagy pedig ő a bűnben. De ha te hallottatok valamit, vagy valami információ, hozzátok becsúszott. Lehet ilyen pletyka is. Hát nem pletyka, csak jó. Én úgy összerakom ezeket, hogy ez ugye nem a Magyar Hangban, hanem az Átlátszón jelent meg ma reggel egy elég alapos elemzés arról, hogy
igenis Magyarországon keresztül szállítottak francia helikoptereket, vagy Magyarországot is érintve berepültek francia helikopterek Ukrajnába, vagy pontosabban Magyarországból Zsesúvba, az a lengyel repülőtér, ahová a katonai gépek érkeznek, meg ahol átadják a fegyvereket a lengyeleknek, és előtte Győrben leszálltak, tankoltak, gondolom aludt egyet a személyzet, és másnap így ment tovább, és az átlátszósok ezt a megtalálták a időkép kameráján, mert ott volt pont egy időképes kamera. Egyébként a flight radaron ezeket talán szintén lehetett volna nyomon követni. Tehát megdőlt az a tézis, hogy magyar légtéren keresztül nem zajlanak NATO katonai szállítások Ukrajnának. Ez is lehet egy leírása annak, hogy miért kellett a vezérkari főnökkel elvitetni a balhét, mégse a miniszterrel, bár más országban, ha ilyen szintű a balhé, akkor lehet, hogy vele vitetik el, csak hát úgy ugye miniszterelnök közeli, többszörösen is, mindenféle szempontból. Ez csak egy gondolati struktúra, aztán lehet, hogy a hadseregen belül például óriási a lázongás, mert nem csak egy tucatnyi embert bocsájtottak el, sokkal többet, teljesen értelmetlenül. Hát az a nagy tisztogatás, igen. És én nem akarok huhogni, de én tanultam történelmet, így szovjet meg orosz történelmet is, de a 1937-es tisztogatások a hadsereg élén, azok 41-ben nagyon sokba kerültek, nagyon sok ember életbe kerültek. Itt meg úgy látszik, hogy talán politikai okokból csinálnak helyt a Szalai Bobrovnicki hű felső tisztikarnak. Igen. Egyébként ebből az a tanulság, hogy a meteorológusokkal mindig csak baj van, nem? Tehát, és én időkép applikációt használok, hát még gyorsan megnézegetem. Nézd meg a 30 napos előrejelzést, és akkor abból következett meg hozzá. Képernyő fotót is majd abból fog élni a következő időszakban. Az is lehet egyébként, most így gondolkodtam, hogy hát a vezérkari főnök ugye katona, és hogy ért hozzá. És hát ez nem mindig szokott egy idő után. Például az én karrierem a Magyar Távirati Irodában akkor kezdett nagyon súlyosan lefelé hanyatlani, amikor egy ilyen informatikai fejlesztést kellett volna aláírni, hogy az jó lesz nekünk, de én értettem hozzá, és hogy nem volt jó. És így mindig mondtam, hogy ezt nem írom alá, mert nem jó, hát csinálják már meg rendesen, és egy idő után valaki megmondta, hogy nem tud a pénzéhez jutni. Tehát hogy lehet, hogy itt is nem tudom valami. De jó, de ezek ilyen találgatások se. Ez az időképes sztori, az hát tetszik úgy. De ez nagyon szellemes, és nagyon, nagyon jól mutatja egyébként. Az időképesek nem is tudták, hogy milyen kincsre leltek, mert ugye Lajstrom jel alapján ezeket a helikoptereket utána nyomon lehetett volna követni a flight radaron. Ők nem tudták. Ugye minden légi járművön van olyan, mint az autókon a rendszám, ez a Lajstrom jel, és ez egy ilyen kettős felhasználású francia helikopter, tehát mentőhelikopternek is jó, könnyű szállító, felderítő helikopternek, de adott esetben a két oldalára fegyvereket is lehet függeszteni, és gyors fürge, jó erős hajtóműve van, tehát ez megy, mint a messzes. Nem belesodortuk szegény időképeseket, tehát ők nem lehettek semmiféle kényszerűt, volt egy nyomorult kamera, ami azt nézte, hogy eső igen. Van, köd van, esik a hó, süt a nap, ezen keresztül. De egyébként az beszédes, hogy a minisztérium a válaszában nem is cáfolta, nem is erősítette meg nyilván, de úgy fogalmaztak, ha jól emlékszem, hogy nem Ukrajnába szánt eszközökről van szó. Tehát az, hogy megállnak Lengyelországban, ugye ez kimeríti ennek igen. Fogalmán. Tehát akkor így végső soron el se kell ismerni, hogy ezek a gépek majd hol kerülnek a légtérbe. Nem Ukrajnába mentek innen, ami tény. Tehát, hogy, és ezzel végül részükről is intézték. A ide-oda irányított dolga, mert hogy a Ukrajnából érkező gabon, ami nem Magyarországra és nem az Európai Unióba van irányítva, az meg itt teszi tönkre a piacot. Tehát, Hát erre jó hivatkozni, de ebben én nem vagyok egészen biztos, hogy ez így. Kétségtelen, hogy ennek van ár lenyomó hatása, de ugye mi azt felejtjük el, hogy mi azért az Európai Unióban létezünk, és mindenféle gazdasági hatás a mi piacunkat is érinti. Tehát én szintén egy korábbi emlékem, amikor a magyar baromfi tenyésztők megtámadták az egyik áruházláncot, mert hogy Hollandiából hozott be csirke mellett. És ez nem jó, meg az... Ugye el tudjátok képzelni, hogy egy holland csirkefarmról milyen szennyezett és vacak csirke. Aztán kiderült, hogy
Annyi történt csak, hogy a csirkeszövetség elnökének a boltját rontotta, aki egyébként nem a magyar csirkét úgy árusította, hogy közben a felvidéken, Szlovákiában voltak a telepei, csak a kamionon jöttek be a csirkék a Vágóhídra, és onnan lett piros-fehér-zöld a szlovák csirke. Szóval... De magyar ki is végzett ma, meg magyar érzelmek voltak azok a csirkék. Szóval benne vagyunk egy európai rendszerbe, és itt már nem működnek ezek a 19. századi nagy büszke nemzeti dolgok. Én őszintén szólva, én ezt a, és lehet, hogy ez ugye egy kicsit elvisz ettől a témától, de ezt a nagy trianonozást is azért tartom nagyon hát furcsának. Mert én ugye a holland-belga határon onnan venni észre, hogy két különböző országban vagyunk, hogy idáig sárga volt az útszéle, most meg fehérrel van felfestve. És légnemű lett a határ. És végül is ez teljesen normális lenne a magyar-szlovák, vagy a magyar-román, vagy a magyar-horvát viszonyban is. Ugye most nemrég éppen az osztrák határon láttam új határátkelőket, még ott vannak a konténerek sajnos, pedig már hány éve, 2004 óta vagyunk ugye benne az Európai Unióban. Na mindegy, ez egy kicsit erre félrevitt, de nem tudjuk magunkat így egy ilyen különálló várkastély, vagy ostromlott várként elszigetelni a környezetünktől. Hát azért, hogyha már így elkanyarodtunk, én annyiban ezt a nagy trianonozást úgy megértem, mint ezt már sokat mondtam, néptáncos, meg Erdélybe töltöttem a kamaszkorom nagy részét, de hogy ez úgy nem lett rendbe rakva soha igazából ez a történet. Se ilyen irányból, se olyan. Tehát, hogy nem Kádár idején jobb volt, tudom minden, de például ez nem volt jobb, mert maga az, hogy Erdély, tehát számomra nem is létezett, amíg 89 vagy 90 tavaszán ki nem mentem életembe először. Nem, és csak azért, mert néptáncos voltam, és csak azért, mert voltak olyan táncos ismerősem, akik jártak így gyűjteni. Tehát, hogy egyébként nem tudtunk róla, miközben sátorúi helyi vagyok, és minket ugye leharmadolt Trianon. És mégse volt benne a köztudatban, mert annyira nem volt téma. Átmentünk ruszlit venni, meg jó sörök óta, meg pacalleves, oké. De hogy jöttek a ruszlik haza. Bocsánat. Na, Pont Sátoraljaújhelynél olyan a határ, hogy egészen abnormális. Hát teljesen Rákóczi utcának a kétharmada az magyar, és az egyharmada meg szlovák, mert ugye a vasútállomás és a vasútvonal kellett a szlovákoknak, ezért a Trianon, vagy a Trianon, na, a Ronyva folyót, ami az év nagy részében nincs, nem működik, vagy ilyen nagyon kis picike kis csermelyke, azt kijelölték, mint hajózható határfolyót térképen, ott meg Trianonban tök mindegy volt, hogy hol húzzák meg a határokat, és akkor... Igen, de hogy még nekünk se. Ne legyen félreértés, én nem azt mondom, hogy ez egész Trianon dolog, ez nem egy súlyos és fájdalmas társadalmi probléma, csak ahelyett, hogy ennek a feloldása, a megoldása, a kibeszélése és az elsimítása irányába haladnánk tovább, és ez egész biztos, hogyha marad ez az Európai Uniós világ, amiben élünk, amiben örömmel élünk, mert azért ez egy óriási előrelépés 89-hez képest, akkor óhatatlan, hogy ezek a mesterséges határok, a mesterséges különbségtételek, ezek el kellene, hogy tűnjenek, de ezen dolgozni kell. De ehhez meg kell, bocsánat, hiszen jól el vagyok. Jó. De ehhez meg azért ha visszagondolok a rendszerváltás után eltelt időre, hogy a szocializmusban ez nem volt téma, mert nem lehetett téma nyilvánvalóan. Ugye az egységes blokkba való tartozás ilyen szempontból ezt nem engedte meg, hogy ez. Hát a falurombolás ugye az azzal kapcsolatos tüntetések azért ártottak rendesen a Kádár rendszernek. De hogy utána meg mi történt? Hát most ha belegondolunk, hogy indult a román forradalom utáni új Románia története, nem? Tehát a bányászjárás, meg a magyaroknak az üldöztetése, a meccsjár időszak Szlovákiában. Tehát persze, nem hogy tompította volna, hanem még erősítette is ezt az egész magyar... De hát mindenkinek magyar... eminens politikai érdeke fűződik ahhoz, hogy ezeket a sebeket újra piszkálja, hogy egy kicsit vérezzen megint hát, fájjon. Szóval ez ennek Bolygat. Nem mindegy. Jól van, ez jó volt ez a kör, ugye? Na, új, ez nagyon jó. Módosítaná a büntető törvénykönyvet a Fidesz, ezek szerint nem lenne büntethető a rágalmazás és becsületsértés miatt, aki a közügyek szabad megvitatásakor, sajtótermékben vagy médiaszolgáltatás útján követi azt el, amit nem követi el, de ez van a szövegben, feltéve, hogy cselekménye nem irányul a sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadására.
rémbonyolult szöveg egyébként. Tehát ez a ne is próbáljuk megfejteni. Aláírás TV2 vagy Hír TV? Pont ezt akartam mondani, mert tényleg, tehát, hogy a sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadása, az nagyon gumi, nem? Tehát, hogy oda bármibe tuszakolható, de nem ez a lényeg, hát ez is a lényeg majd, hogyha valaki ez alapján nem kerül eljárás alá, úgymond. Hogy sokan gondolják azt, amit te is, hogy itt tulajdonképpen az történik, hogy ez itt ez egy régisebb a médiának, tehát hogy az a furcsa helyzet van, hogy szerintem ez nem rossz, hogy ez történik, majd úgyis megbeszéljük, de hogy sokak meg azt mondják, hogy egyszerűen olyan mennyiségű és olyan szintű kesmában, közmédiában felgyülemlett ügy van már, mögöttünk is, előttünk is, hogy hát tulajdonképpen a Fidesz ezzel óvná a saját nyilvánosságának a munkatársait, magát a saját fideszes nyilvánosságot. Azért, ahol láttuk, hogy hát választási kampány idején, aztán futószalagon, de ilyen hasraütve születnek meg történetek. Tehát, hogy nem az van, hogy az újságíró téved, esetleg ha nagyon gonosz, akkor kicsit csúsztat, vagy mellé nyúl, vagy hibázik, hanem az van, hogy hasraütve találnak ki rémisztő történeteket. Hát Vona Gábor, Hadházi Ákos, Juhász Péter, és valószínűleg voltak még egy pár, de vagyunk. Szél Bernadett esküvője. Jaj, az kemény volt, igen. Tehát, szóval csak... Nem, mint hogy nem maga az esküvő, hanem amit műveltek ebben a dologban, de én azt gondolom, hogy még különböző, más, hány a Magyar Hangnak vajon hány ilyen sajtópere volt? Egy. Nem, mint amit elbuktunk, az is jó, mindenki a saját sajtó sebét nyalogatja, de hogy mi egyet, igen. Nem, és egyébként pont ez az elbukott, erre akartam, hogy egy demokratikusnak tűnő országban, ahol mondjuk a bíróságok függetlensége, az érték és nem a tekintélyelvű politika érdeke írják fel, ott egy ilyen lépés az üdvözlendő is lehetne, mert hiszen tényleg, ahogy fogalmaznak is kicsit nyakatekerten, hogy a társadalmi nyilvánosság, a társadalmi párbeszéd irányába tett lépés, ez rendben van, de Magyarországon, ahol mondjuk, ha jól emlékszem, az Átlátszón volt egy összesítés, 2017 és 22 között kormányhoz közeli médiumok 700 perből 380 valamennyit elvesztettek. Ugyanez az aránya a kritikus médiában, azt hiszem 40 vagy 42 vesztett per volt, a több százból, és pont a Magyar Hang által elvesztett per, az egyetlen egy elvesztett per megmutatta, hogy mennyire abszurd amúgy a bírósági gyakorlat, de hát nem feltétlenül bízhatunk abban, hogy vagy mondjuk egy józan ítéletben, ugye ott arról volt szó, hogy átvettünk egy Tiborcz Istvánnal kapcsolatos hírt, ami máshol lejött bizonyíthatóan, legalábbis úgy tűnt, és utána volt olyan médium, ami ugyanígy átvette, akiket nem marasztaltak el, minket igen. És akkor ott az másik ember széttárja a kezét. De ráadásul hati forrás megjelöléssel hoztátok le. Igen. És igen. De most mondom, hogy de volt, aki ugyanígy lehozta forrás megjelöléssel, minden ugyanaz volt, őket nem marasztalták el, minket igen. És akkor így láthatjuk, hogy mennyire lehet aránytalan ez a bírósági gyakorlat, és hogy ehhez képest is majdnem a felét a pereknek elveszíti a kormánymédia. És ennek tükrében... De azért, mert ott nem ilyen ügyek vannak, tehát erre mondtam azt, hogy tévedni lehet. Persze, újságíró is téved, miért ne? De hát ott lejáratok, ott szervezett, átgondolt, lejárató kampányokat folytatnak politikai célból, okokból, vagy gazdaságiakat. Tehát ugye, mert azért a Bige László cégének is... Ja, nekem most eszem, mint a legfrissebb. Neki mentek, mint a fene, de ott az érdekes, hogy ott azért az államaparátust is helyre tette az elsőfokú ítélet, és nagyon félek, hogy észbe kapnak, és a második fokon vagy a kúriában majd ez máshogyan lesz, mert azt mondták, hogy amivel az ügyészség ezt az embert vádolja mindenféle nyakatekert bűncselekményekkel, az egész egyszerűen nincs. Uh-huh. Egyébként meg szóval én azt is gondolom erről, hogy mi más szakmákat űzünk. Tehát a Magyar Hang, a Telex, a Klubrádió, ezek hagyományos médiumok. Amikor a Kesmáról meg a kormány sajtóról beszélünk, azok meg propaganda eszközök. De az egy teljesen más műfaj. Egyébként meg azt gondolom, hogy az újságíróknak óriási felelőssége van abban, hogy mennyire a magánember mennyire kiszolgáltatott a médiával szemben, és nekünk szerkesztőként vagy újságíróként ezt mindig mérlegelnünk kell. Csak
vannak esetek, amikor ugye az átlagember kellene a legjobban védeni. Azokat kevésbé, akik ugye a nyilvánosságból élnek, vagy a nyilvánosság előtt élnek, és hát a legkevésbé a politikusokat. Ez egy háromszintű európai bírósági, meg európai uniós gyakorlat. Ugye a politikusokat illeti a legkevesebb védelem ilyen szempontból, hiszen ő számukra pedig lételemük a médiában való szereplés, tehát ők nem jogosultak ilyen szempontból a védelemre, még neki kellene a legtranszparensebben élniük. És akkor ennek az ellenző másik oldala, hogy ugye az Egyesült Államokban ezen a héten egy rekord jóvátételt kellett fizetni annak a számítógépes cégnek, amelyet a Fox News rendszeresen támadott és választási csalással vádolt meg. El is bocsájtották a Tucker Carlsont. Pontosan azért, mert felmérték, hogy a pasas nagyobb pénzügyi kockázatot az egyébként nem lágyszívű Rupert Murdoch és fiának, a tulajdonosoknak sokkal több kockázatot hordoz, elszabadult hajóágyú. Többe van, mint hogyha nem elég, hogy most ezt a milliárd, magyarul elképesztő 787 millió dollár baromi sok. De a pasas többe van a Fox Newsnak, mint amennyit a nézettséggel hoz. Na visszakanyarodva. Csak hogy egy kis... Tehát mondjuk azt, hogy azért lássuk be, ez az amerikai Bayer volt. Hát erősebb. Vagy ne, a Bayer, fajsúlyosabb inkább, mert azért... Fajsúlyosabb, meg több embert ér el, de mondjuk a Bayer Zsolt kevésbé jól fésülten fogalmaz ez. És akkor nagyon azért nagyon nem, a Bayer Zsolt nem kell PC-nek lenni, nem úgy neki sem. Szóval, hogy arról viszonylag kevés szó esik, most több vitát is megnéztem itt gyorsan, még ma. Jó, ez nagyon jó volt a Kesmának a tömegmédiáért felelős igazgatója, ugye a Molnár. Hát akinek a riposzt és a riposzton keresztül a nyilvánosság és a újságírás ellen elkövetett borzalmas csapások tucatjai. Ha az Molnár Miklósról beszélsz, akkor az azért érdekes, mert ő nem volt egy komplett hülye. Tehát én nem hiszem, hogy indult a pályára. Most sem. Pont ezért működik olyan jól az a rendszer, amit végtelenül. Csak kinyitották a gerincét. Nem kellett azt. Mármint, hogy nem, de tényleg. Vagy nem használja. Szóval, hogy amikor ő beszélt erről a témáról, az különösen kedves volt a kis lelkecskének őt hallgatni, ahogy itt aggódik. A sajtószabadsági nevelek, hogy miért. És Huth Gergely is üdvözölte, ugye a pesti srácok nevében. Én is üdvözlöm, de ebbe ez a cudar, hogy amit a Vihály mond, ez a cudar, hogy meg amit te is, Benedek, hogy ha egy normális, vagy a normálishoz közelebbi módon működő nyilvánosság és politika és ország lenne, akkor ez egy maximálisan üdvözlendő dolog lenne, de mivel amiről eddig beszéltek, az keretezi ezt az egészet, így az ebben rágódik rajta. Benne van a gumiparagrafus ebben is, mert ugye, hogyha azt, hogy kit mi érint fájdalmasan a nyilvánosság előtt, ez majd a bíró eldönti, hát ő honnan tudná? Én is azt mondtam, hogy ez nincs jól megfogalmazva, aztán majd látjuk a végeredményt. Hát, hogyan lehet tagadni a méltóságot? De hogy arról kevés szó esik, hogy mi ez az egész. Mert mindenki, persze újságírók beszélnek általában olyan műsorban, ahol újságírókat hívnak beszélgetni, és akkor mindenki tudja, hogy miről van szó, és így belecsap a közepébe, és akkor szegény nézi, hogy miről beszélnek ezek az emberek. Hogy ugye a rágalmazás, tehát rólam valami csúnyát írnak már megint. Akkor általában a közszereplők vagy a nem közszereplők két dolgot szoktak csinálni, elgondolkodnak rajta. Indítanak ugye egy helyreigazítási pert, ez a sajtóhelyreigazítási per, és van egy BTK-s része a történetnek, ugye, ami büntető törvénykönyves, az pedig a rágalmazás. És erről szól ez a történet, hogy azt kivenni, és valóban én az MT is 3 évig voltam ugye ott főszerkesztő, ott folyamatosan olyan papírokat, ügyvédi meghatározásokat vagy meghatalmazásokat kellett aláírogatni, hogy kiment a Magyar Távirati Iroda egy sajtótájékoztatóra, ott X politikus mondott valamit Y politikusról vagy üzletemberről, ami miatt ő beperelte az összes mindenkit, aki ezt nyilvánosságra hozta, elsősorban az MTI-t, mert mindenki az MTI tudósítását vette át, és a kollégákat rabosították, mert ugye BTK-s az ügy. Tehát itt ez a méregfoga ennek a történetnek, és azért mondom, hogy az jó lenne, hogyha ez ki lenne húzva, és azért nagyon régóta küzdöttünk, hát a Huth Gergelyt is ugye elvitték
hajnalok hajnalán rabosítani, meg a Szirilacit is például, hogy a másik oldalról is mondjak, úgy emlékszem, hogy az tényleg agyrém volt, hogy te írtál valamit, és csak azért, mert rágalmazásért pereltek be téged, és elindult, tehát nem a sajtóper volt, hanem rágalmazásért pereltek be, elindult maga a BTK-s folyamat, ezért téged rabosítottak. Új lenyomat, és a többi, és a többi. És ez maga az őrület, tehát hogy ez hülyeség. Csak közben meg az van, amiről eddig beszéltetek, hogy közben már itt van ez a Kesmás NER nyilvánosság, ahol meg hasra ütve születnek tényleg olyan történetek, hogy a Hadházi megölte a szomszédját, Abona Gábor ő egy homoszexuális arab terrorista, ugye? Tulajdonképpen, hogy összerakjuk, amilyen képet rajzolták. Tehát ez volt, nem? Igen. Jó, csak hát azért azt is meg kell nézni, hogy a rágalmazás büntetőjogi tényállása, ugye az valakiről súlyosan ártalmas és valótlan tényt állítok, és közben pedig hát ennek is van egy kidolgozott technológiája, hogy hogyan lehet valakiről csak érzékeltetni, de nem írja le azt, hogy ő anyagyilkos, hanem azt írja le, hogy az édesanyja kétes körülmények között hirtelen elhunyt. Miközben ő ott volt. Miközben ő a helyszínen, ugye? Szóval... De szerintem ezen már túl, mert a TV2 meg a Riposzt ezen túl ja, van. Persze. Tehát ott ugye az kell, hogy szerintem még a grafikákat is készítenek hozzá, hogy megy az ellenzéki politikus, és meggyilkolja az édesanyját. Hát, megint visszakanyarodtunk oda. Tudjuk, hogy működik ez a rendvás kesma. Persze, abszolút, ismerjük mindent. Csak maga az, hogy egy újságírót azért rabosítanak, mert leírt valamit, ami még csak nem is vélemény, hanem... István, én azért egy picit nem értek ezzel veled egyet, ugyanis a nyilvánosság is egy nagyon súlyos és veszélyes fegyver, ami a mi kezünkben van, tehát nekünk óriási felelősségünk van újságíróként, hogy mit mutatunk meg, hogy mit engedünk a nyilvánosság elé. És hát úgy látszik, hogy azért, jó, nekem nem nagyon voltak ilyen ügyeim soha, de azt gondolom, hogy nekünk valami visszatartó erő kell. Mert... De látod, hogy nem működött, hiszen te is elmondtad, hogy milyen ügyei voltak folyamatosan a Kesmának. Tehát, hogy zavarta őket, hogy adott esetben rabosítják valamelyik munkatársukat? Nem. Mondjuk az Origónál megoldották. Ott nem emlékeznek arra, hogy kiírta a cikkeket és kész. Igen, mert ugye nincs aláírva. Minden. Főszerkesztőt megkérdezték, hogy kiírta a cikket, nem tudja. Tehát, hogy ez nem volt visszatartó erő, ellenben azoknak az újságíróknak, akik tisztességesen végzik a tevékenységüket, meg nem hogy kényelmetlen volt, hanem ez egy olyan valami, aminek nem kéne, hogy a hatalom kezében legyen, akármilyen hatalom kezében, vagy mint a, nem a hatalom kezében, hanem a bíróság kezében, az ügyészség kezében. De ugyanakkor szerintem meg ott van a probléma, hogy a sajtóperek rémesen hosszú ideig tartanak. Tehát, ez meg a másik. Hogy inkább ott lehetne megfogni ezt, nem, hogyha rólad olyat mondtak hétfőn, akkor jó, most nem akarok túlmerészet álmodni, de mondjuk egy hónapon belül szülessen valamilyen ítélet, és azt mondja a bíróság, hogy mert akkor még ott van a köztudatban, hogy 3 év múlva, amikor leírják, ha jó esetben, hogyha leírják azt, hogy valótlanságot állítottunk rólad, hát... És nincs semmi következménye, hogy most, ha jól emlékszem, akkor Donát Anna azért küldött végrehajtókat a TV2-re, mert hiába kötelezte a bíróság a csatornát arra, hogy a főműsoridőben bemondják, hogy ezt meg ezt valótlanul állították róla, ez nem történt meg. És a Riposzt vagy az Origó, nem tudom most melyik, ők bocsánatot kértek, a TV2 azóta sem. És hogy, tehát még a bíróság ítéletnek sincs következmény. Meg vagy telepve, amikor nem, csak, hogy... egy kormány nem hajtja végre a strasburgi Európai Uniós Bíróság határozatot, megvonja nem lehetett, a vállát. Csak erre mondtam, amit az István mondott, hogy mi lehetne, vagy mi lenne az, ami kordában tartaná, de hogy nincs semmi. Tudom, csak mondom, a bíróság sem. Ebbe ez a szörnyű, hogy és te tetted ezt Orbán Viktor, meg a NER, hogy ebbe az a szörnyű, hogyha esetleg, ha nem is minden elemben pozitív történet, de mégis van pozitív irányba mutató történetről is kellene beszélni, nem tudsz róla jó ízűen, sőt, néha pozitívan se beszélni, mert maga a NER, mint környezet, meg az Orbán Viktori Magyarország világa olyan, keresem a megfelelő PC szót, olyan vacak, hogy egyszerűen megeszi ezeket a pozitív történeteket is, pont emiatt. Tehát, hogy ez a katasztrófa. Semmi jóra ne számítsatok, mert lassan indul a egy év múlva az önkormányzati Európai Uniós kampány, megint elszabadulnak, tényleg kiengedik a sakálokat, akiket eddig a szöges drót mögött tartottak, és indul újra, és majd 6 év múlva megint lesz egy per, és akkor megint igazat adnak, hogy jaj, hírtévében nem kellett volna ezt állítani X-ről, meg Y-ról, meg Z-ről. Igazad van, tetves lassan
születnek ilyen bírósági ügyek. Eleve baj, hogy bírósághoz kell ebben az ügyben fordulni, és még nagyobb baj az, hogy az újságíró szakmának, csak hát ugye megint nem ugyanazon a pályán játszunk, nincs egy olyan etikai saját belső rendszere, hiába van, vagy volt a MUOSZ-nak etikai bizottsága, ha az újságírók döntő többsége nem tagja a MUOSZ-nak, azok pedig, akik a kormánymédiában dolgoznak, azok meg egész egyszerűen nem is fogadnák el a szakma döntéseit, pedig nem is olyan régen, még mondjuk 20 évvel ezelőtt, annak még talán volt valami súlya, de hát nincs. Hát ugye mindenből kettő van, mert van egy régi, meg van egy nemzeti, képzőművészet, filmalap, kereskedelmi szövetség, és most már nem csak Vámos Györgyöt hívhatjuk egyébként, most már van nemzeti kereskedelmi, ugye, hogyha az ársapkákról volt szó, minden meg van kettőzve, egy őrült módon ketté szakadt világban, egy ilyen skizofrén Magyarországon élünk. És ez így is fog maradni egyébként. Egyébként a jövő évi kampánynak az lesz a munkás része, ugye most már küszöb fölött van a két farkú kutyapárt, tehát most már őket is támadni fogják intenzíven, és azért az mégiscsak izgalmasabb, hogyha a két farkú kutyapártot próbálják lejáratni, mint mondjuk a DK-t vagy a Momentumot. Hát majd gurulnak oda is nyilván a soros dollárok, de az, hát az már... de ugye itt az a érdekes szituáció áll majd elő, hogy meddig az volt, hogyha a Fidesz, vagy a Fidesz nyilvánosság, vagy a Kesmaier bedobott valamilyen történetet, akkor általában azoknak az áldozatai, azok klasszikus módon próbáltak védekezni. Nem cáfolták, bírósághoz szorultak. Kovács Gergő nem ilyen. Na most a két farkú kutyapártnál viszont mások az eszközök. Ezért gondoltam, hogy szórakoztató lesz, bár mondjuk az ő szempontjukból nyilván nem, de ez... Igen, ez mindenkit darál. Ez nem igaz, hogy lenne olyan ember, akit ez ne visel meg, hogyha belekerül egy ilyen lejárató kampányba. És egyébként az egész magyar közéletet gyilkolja ez a fajta hozzáállás. Ha más nem, ugye a pökhendiség, az erővel való visszaélés, és így tovább, arra tanítják, és ez a politikusok felelőssége, hogy arra tréningezik az embereket, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát ha én vagyok az erősebb, akkor fejbeverhetem, ököllel megüthetem. Nézzétek meg, hogy az elmúlt években mennyivel többen hajtanak át a piros lámpán autóval. Egyszerűen azt, hogy a társadalmi együttélés szabályai ennyire fellazultak, én ezt kifejezetten ennek a számlájára írom. Persze nyilván nagy autókkal, ugye kilóg az a lehajtott ablakon a Rolex órás kar, vagy a tetkós kar, a comb vastag felső test, vagy biceps. Most mondtam valami. Nekem is vannak ilyen sztereotípiák. De biztos, hogy a 20 éves Suzuki-val nem fog áthajtani az illető a piros lámpán. Az én volt. Tehát még régen. Tehát én ebben látom a nagy bajt, hogy ezek viselkedési minták, amiket a médián keresztül is közvetítenek. Tehát ez bizonyosan megérkezik mindenféle társadalmi, hát nevezzük, hogy szintekre, de ha nem is menjünk le ilyen mélységében ennek a történetek, hogy a közéletben ott van, az biztos. Tehát, hogy most az ember oda megy bármilyen szintű, hát nevezzük politikusnak, hogy önkormányzati képviselő, kis település, polgármestere végül is politikus. Ugyanezt kapod vissza, mint hogyha megpróbálnál a minisztertől interjút kérni. Nem fog válaszolni, perrel fenyeget, összevét. Tehát, hogy ugyanaz. Hát miért ne tehetné meg? Hiszen azt látja, hogy mindenki ezt csinálja, és mindenki megteheti. Akkor miért ne? Akkor majd legfeljebb ő is megúszta. Hát ez a lombkoronás zseni is. Mindenkit be akar perelni, ahol megjelent. Amúgy mondjuk nem lesz rossz kör. Mert hogy szerintem nincs olyan hely, ahol ne jelent volna meg. És hogyha egyébként a sztereotípeknek tartok, ugye ő azt mondta, amikor az Őrsi Gergely a második kerületi polgármester felajánlotta, hogy ő akkor szívesen befogadja a lombkorona sétányt, hiszen a második kerületben van lombkorona, akkor ugye rögtön a pesti arroganciával vádolta az egyébként budai polgármestert. És ez is egy de érdekes... De milyen kioktató voltál te is? Ugye? Igen. Lombkoronás polgármester. Ja, én sajnálom őt. Mert egyébként a lombkoronának meg, ha már itt tartunk, nincs feltétlenül értelme, sőt az inkább károsítja a környezetet. Úgyhogy ha ebből a szempontból nézzük, akkor ez a Nyír Mihály falva, nem is tudom, hogy pontosan. Igen. Polgármester végső soron tett a környezetét, hiszen nem, mert a fák vagy az erdők élővilágának csendjét felzavarja a lombkorona sétány közönséget, tehát ebből a szempontból ez egy üdvözlendő ezt dolog. Én is hogy... ezt írtam meg egyszer, és igen, valóban így ugye, van. Hát én jártam olyan lombkorona sétányon, ami unalmas, tehát az az ortodox, hogy fák vannak, tehát fák között víz, tehát ez egy ilyen gagyi, sokkal jobb ez a másik. És legalább nem kell a fákkal bajlódni körülötte. Hát azért mondom, hogy ilyen szempontból igen. Azon a lombkoronás sétányon, ahol én sétáltam,
ott nem volt élővilág, mert melyik az a madár, amelyik így ül szabadon az ágon, és így várja, hogy a bámuló turisták őt így megtekintsék ilyen élő egyenesben így közelről. Hangosan is fotózzák. Oda néz, madár! Igen. De ezt ne becsüljétek le, mert én magam például mondjuk mókusokat a Schönbrunni kastélynak a parkjába, Bécsbe kézből lehetett etetni. De az van. De ahhoz nem kell lombkoron a sétán, csak meg kell szokniuk az állatoknak, hogy nem tekerik ki a nyakukat, meg hogy az pénzt is, az visznek oda. Az se jó. Az a mókus, ami kézből etethető, az már... Ennivalót, meg ilyesmi. De megoldható. Nekem egyébként 5 madár etetőm van otthon, a kertes házban lakom, és minden reggel rakom ki nekik a magot, és reggeli közben kinézek az ablakon, és látom, hogy ők az ablak túloldalán, védve biztonságban, szépen szintén reggeliznek. Mi pedig próbáltunk füvesíteni, úgyhogy a kerület összes galambja úgy döntött, hogy ez egy ilyen... Hogy hívják ezt az éttermet, ha annyit tehetsz, amennyit? A all you can eat. Az a trófea. Na, ott jött egy galamb, kiszúrta, hogy itt buli van, kinyomott egy ilyen trófeatáblát, úgyhogy a világ összes galambja nálunk található, viszont a fű az. Összeszedték az összes fűmagot? Hát én azzal nyugtatom magam, hogy csak a férgesét úgymond, tehát hogy csak a... De nem. Most elkezdett nőni a fű, most már látjuk, hogy ezért súlyos. De azért egy kesma címet el tudok képzelni, hogy a magyar hang újságírójánál még a galambok is füveznek. Hát én elég durvábbat írnék, hogyha kesma munkatárs lennék, én azt írnám, hogy füves botrányba keveredett a magyar hang újságírója. Jön a pápa. Igen. Csak ilyen, ezt kóstáltam valóban. Igen. Annyi minden átfutott a fejem, azért volt ez a kis szünet, nem csak, hogy az nagyon-nagyon, nem tudom más országban, hogy van, hogy nálunk mindenki azonnal gyújtott egy ilyen politikai tüzecskét, és ott akarja a kis politikai pecsenyét sütögetni a pápa látogatás kapcsán, az egészen biztos, erről a pápa valószínűleg nem tud semmit, és addig jó, amíg erről nem tud semmit. Azért Baljár Zsoltnak a története az nem volt rossz, ez a kis, ami nem úgy van, ahogy van, mert mégsem lesz békemenet. Egyébként ő legalább ebből a szempontból hiteles volt szerintem, hiszen ugye már a 10-es évek közepétől elég keményen támadja a pápát, ugye ő nevezte demens vénembernek, hazugnak, elment az esze, stb. És ugye most ezzel a békemenettel is végső soron az egyházi funkcióját megfosztotta. Nem lesz békemenet. Nem lesz, csak azzal, de mégiscsak ezt mondta. Hát nem úgy mondta, mert azt mondta, hogy várjál, megpróbálom fel. Tartsunk békemenetet. Nem, azt mondta, hogy akik a békemeneten ott szoktak lenni, jó lenne, hogyha eljönnének a vasárnapi misére. Nem, szerintem ennél konkrétabban fogalmazott, nem akarok megcáfolni. Nem, ez egészen konkrétan így volt. Nem baj, akkor azt mondta, hogy jó lenne, hogyha az a tömeg eljönne, legyen ez egy békemenet, így mondta. Hogy a részt vesznek a misén. És akkor viszont, ami már viszont gáz, hogy azt is hozzátette, hogy ennek lenne politikai üzenete is. Tehát, hogy úgy elhívni keresztény embereket a pápa szentmisére, hogy annak politikai üzenete hát legyen. Ezért mondom, hogy ő legalább megőrizte az integritását. Hát erről szól Baljár Zsolt publicisztikája mióta, elég régóta, és szerintem ebből a szempontból talán ő az egyetlen, aki hitelesen, saját magához hitelesen nyilatkozott meg, mert azért a többiek versenkednek a legnagyobb Hippokrata címért, és ő meg legyen békemenet, nem az a lényeg, hogy most az egyház feje jön, hanem az, hogy akkor mi békemenetezzünk. Egyébként meg én engem, hát finoman szóval is inkább csak az útlezárások szempontjából érint ez a dolog, de azért is próbálok óvatosan fogalmazni, de hogy ilyenkor örülök, hogy nem vagyok tagja ennek az egyháznak, mert hogy nagyon nehéz lehet értelmezni, hogy akkor most pontosan mit jelent számunkra az, hogy a pápa ide látogat. Tehát, hogyha most visszacsatolva akár Baljár Zsolthoz, akár Bencsik Andráshoz, aki ugye meg azt mondta, hogy keresztény ellenes cselekedetet hajt végre a pápa, amikor a muszlimokat is embernek tekinti, nagyjából ez volt azt hiszem a kontextus. Baljár Zsolt meg ugye azt mondja, hogy ennek az embernek elment az esze, és hogy az igazi pápa, azaz 16. Benedek, miért nem inti őt, vagy miért nem vezeti be az egyház rejtelmeibe, hogy ahhoz hülyen viselkedjen. Tehát, hogy nagyon furcsa lehet hívőként, hogy akkor most mi itt az üzenet, hogy egy vénember jön, aki amúgy migráns simogató, Soros Bérenc, és nem tudom, az LMBTQ kapcsán is olyan megjegyzéseket tett, amit a magyar kormány nem üdvözölt, vagy akkor tőleg egy tiszteletre méltó figura, akinek a jelenléte fontos Magyarországon. Túl bonyolítod ez, Benedek, hogyha én most fideszes katolikus hívő lennék, akkor megvárnám, amíg a pápa elmegy,
megtekinteném, hogy miket mondott, hogy viselkedett Magyarországon, és majd hétfőn eldöntöm, hogy akkor mit is gondoljak róla. Jó, ez csak... Hát nem biztos, hogy tudni fogjuk egészen pontosan, hogy mi zajlik. A protokollból az minden esetre látszik, hogy 15-15 percet írtak előre a miniszterelnökkel és az államfővel. Ez a, hogy mondjam, a protokollban megengedhető minimum. Tehát egészen rövidre fogták ezt a dolgot. Nem nagyon valószínű, hogy itt érdemben bármilyen De nem hozzájuk jön. Kérde. Persze, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez régóta folyik amúgy a római katolikus egyházban a marketing kampány, hogyha szabad ilyen profán kifejezést használni, annak érdekében, hogy újabb és újabb híveket toborozzanak. Nyilván, aki vallásos, vagy pláne aki ehhez a katolikus egyházhoz tartozik, annak ez egy óriási, nagyon fontos esemény, és azért Ferenc pápa bizonyos értelemben ugyanolyan politikai töltetű személyiség, hiszen a latin-amerikai és baloldalhoz sorolt papok közül került ki, és került a pápai székbe, ahogy annak idején II. János Pál pápának a jelenléte, vagy a magyarországi vizitjei is hordoztak politikai töltetet. Én azt gondolom, hogy az ő látogatásában a legnagyobb hangsúly pontosan azon van, hogy esetleg megpróbáljon új eszközökkel, már amennyire lehet, bár az egyház elég találékony, és elég jó az alkalmazkodó képesség az új körülményekhez, de megpróbáljon új híveket toborozni, vagy legalább megtolni egy picit a szekerét az egyháznak. Hát Magyarországon pedig aztán nagyon sok a szőnyeg alá söpört olyan probléma van, társadalmi problémája az egyháznak is, amikről nem biztos, hogy ezen a látogatáson szó lesz. Én annak idején, amikor a Hősök terén volt ugye az előző látogatás az Eucharisztikus Kongresszus végén, még pont ott van a Klubrádió a Benczúr utcában, tehát mindenki kapott egy igazolást, hogy ő bemehet a kordon belőle, mert nekünk dolgozni muszáj volt bemenni. De én ott láttam az embereket, akik valóban átszellemült arccal vonultak, tehát ez sokkal jobb volt, mint amikor a labdarúgó szurkolók vonulnak a gótbe. Hát nem kifejezetten, a gótbetűs, nem tudom én, Carpathian Brigade felirattal kopaszan kigyúrva. Ehhez képest én azt láttam, hogy ezek az emberek örültek ennek a lehetőségnek, és ezt nem von. Hát persze, nem és mindenkit arra is bíztatok, hogyha teheti, akkor menjen kétségbe. Én ebben nem vagyok, hogy úgy mondjam, én ebben Benedekhez hasonlóan annyiban vagyok érintett, hogy valószínűleg holnap biciklivel megyek dolgozni, mert hogy autóval nem fogok bejutni. Az kétségtelen. Az biztos, nekem meg valahogy ez nem az én történetem. De ez de egy, az a sincs gond. Viszont aki tervetél, de nyitott szemmel figyelek rá, mert nagyon érdekes, többféle vonulat van az egyházon belül is, és azt gondolom, hogy a pápa azért mégiscsak nagyon óvatosan is, hiszen ennek mindenféle valláspolitikai, meg egyéb dolga is vannak, de azért próbálja a maga korlátozott eszközeivel, de nyitogatni azokat a kapukat, amelyekről azt gondoltuk, hogy évszázadok óta be vannak zárva. Legyen szó a cölibátus esetleges eltörléséről, vagy a nők beengedéséről a papi hivatásban. Bocsánat, csak pont egy új friss hír, hogy öt nővér is szavazhat most már a Vatikánban, és ezt most a napokban adta meg nekik a jogot ehhez Ferenc pápa, tehát hogy ez egy újabb lépés. Azért van összehasonlítás, mert vannak olyan vallások, ahol például a papoknak szabad, hogy családjuk, gyerekük legyen, és mennyivel hitelesebb az ő szájukból mondjuk a családi békéről, vagy a család szentségéről beszélni, mint egy olyan papnak, aki kijön Pannonhalmáról, és aztán él egymagában, vagy egy házvezetőnővel, vagy sekrestéssel egy paplakban. Igen, ez is egy olvasat, vagy igen, de közben az is egy olvasat, hogyha ő ezt az áldozatot meg tudja hozni egy életen keresztül, akkor az ő elkötelezettségét és hitének erejét. Én szerintem meg a hit erejét az valószínűleg az valahol máshol. Nem velem szervezeti dolgok, az egészen biztos rejlik. A Magyar Nemzet Erdő Péter interjúja volt a legjobb ebben a pápában politikát csinálni. Azt kérdezte ottan az újságíró kollega, hogy biztos van valamilyen politikai üzenete annak,
hogy a pápa pont most jön ide, és pont ugye egy Ukrajnával szomszédos országba, ahol ráadásul ugye a béke pártján van a hatalom, tehát próbálta, és mondta Erdő Péter, hogy hát nem, mert hogy már sokkal hamarabb meg volt ezt beszélve, mint hogy kitört volna a háború. Kutya fáját, milyen jó lett volna pedig. Hát igen, csak mondjuk azért, mert a Kulturtáj műsorában Reichert János kollégánk mindenkit óva intett attól, hogy politikai térben értelmezzük ezt a pápa látogatást, és ő összehasonlítatlanul többet tud nálam erről a kérdésről, tehát nem is vitatkozni szeretnék vele, csak azért akármikor szervezték le ezt a találkozót, akár laikusként, akár hozzáértőként, akár hívőként, mégsem lehet már, tehát nem lehet a politikai téren kívül értelmezni, vagy kirekeszteni onnan ezt a látogatást, mert csak azért sem mondjuk... Vagy csak mi nem tudjuk, az nem ugyanaz. Hát, vagy, de, lehet, hogy már mi annyira beleszorultunk, hogy minden politikai térben kell értelmezni, tudom, minden politikai... Csak szerintem azért, tehát egyrészt Ferenc pápa személye, már csak az elnevezés, a felvett neve miatt is, az általa képviselt elvek és eszmék miatt is végsősoron szemben áll a magyar kormány kommunikációval. Oké, csak hogyha ha azt gondolod, hogy neked van igazad, és elkezded így nézni, és ezt most tök minden melyik oldalról nézed, abban a pillanatban kinyílt ez a szelence, és onnantól kezdve mindenki elkezdi a saját irányából értelmezni azt, ami a pápa látogatásán történik, és neki lesz igazad. De nem állítom, hogy nekem van igazam, és nem állítom, hogy ez egyetlen egy releváns értelmezés, de mégsem lehet ezt függetleníteni attól, hogy egy... hogy mondjuk azt hiszem, hogy ma vagy tegnap fogadta az ukrán miniszterelnököt a pápa a Vatikánban. Majd a következő nap, vagy a két napra rá, most nem tudom pontosan mikor történt, és elutazik Magyarországra. És ezt azért nagyon nehéz... Nem nehéz. Nézd meg nekem, hogy megy. Látod? Én ezt így jó, rendben. Jó, akkor számomra nehéz ezt attól függetlenül. Az biztos, hogy főleg a hatalmon lévők azok mindig megpróbálják a saját politikai pecsenyéket sütögetni, hogy a téma felvezetésénél is mondtad. Ez egész biztosan így van, de hasonló kérdések nem jutnak eszünkbe, ha azt olvasnánk, hogy mondjuk a pápa Gánába látogat, vagy nem tudom én, elmegy Hondurasba, akkor ugye ilyen kérdések nem jönnének elő, márpedig azért elég gyakran járja a világot. Ha már egyébként Ukrajna szóba került, ugye van ott egy nagyon érdekes vonulat, hogy Nyugat-Ukrajnában vannak ukrán katolikusok, akik nem tartoznak a római katolikus egyház alá, sőt, hát ott most egyben sikerült egy vallásháborút is kirobbantani. Hát elég, hogyha kijevi Lavrára gondolunk, ahol ugye az orosz ortodox egyháztól egyrészt elszakadt és autokefált, tehát saját vezetésű ortodox egyházként is működik az ukrán egyház, tehát ott aztán tényleg nagyon össze-vissza van minden, vagy a szomszédos Belarusban, hát én is ismerek olyan családokat, akiknek az egyik fele pravoszláv, tehát ortodox orosz párti, a másik fele pedig római katolikusnak vallja magát, és a lengyelekhez húz családon belül. Tehát egészen elképesztő dolgok történnek. Az nem baj, hogyha ezt így egy kicsit helyre teszik. Tehát egy ilyen pápai látogatás nyilván talán erre is jó, hogy legyen valami fajta párbeszéd az egyházak között. Hát, ha igen, akkor igen. Hát meg, jó, bocsánat, csak nem mert tovább polarizálni ezt borzalmasan szegény én nem szeretném meg tovább polarizálni, sőt, akkor egyszerű is lehet. Nem csak, hogy amit mondtál, hogy mikor, ha elmegy, utána majd akkor végig gondolhatjuk, hogy mit is mondod, hogy de azért közben, amíg itt van, vagy mielőtt megérkezik, nem árt elfeledkezni arról, amiket az elmúlt években mondott, és amiknek sajnos nem lesz vízhangja a magyar kormány sajtóban. De most csak örüljünk annak, hogy ide jön, szerintem ez egy nagyszerű dolog, bár én görög katolikus vagyok, és görög katolikus mi voltomban fogom ajánlani a magyar hangot. Gerendai Károly nagy interjúnk van, nagyon érdekes, de tényleg eddigek is azok voltak, ez is az, jókat mond, és hát sajátos szemszögből nézi itt a magyar valóságot is, meg így a világ valóságát is. Hát egy kicsit lelőve a poén, de hogy arról is van, szó van benne, hogy ugye azért ő anyagilag megtehetné azt, hogy itt Magyarországon azért egy olyan buborékba éljen, ami keveseknek adatik meg, és arról beszél, hogy mennyire gonosz az a helyzet, amikor az ő anyagi helyzetében nem tudja itthon tartani a gyermekét. Tehát, hogy itt már nem arról van szó, hogy pénz, és azért megy el valaki, hanem azért, mert hogy magyar az olyan, amilyen nem a nép, hanem a kis világunk, ami minket körbevesz. Aztán van egy nagyon jó összehasonlításunk Szlovéniával, ami nem egy távoli ország, és hát ha jól emlékszem, ott is felütötte annak idején a fejét az úgynevezett szocializmus, és mégis
ugye az a címe, hogy nekik még a kanyar, nem hogy a kanyarban, hanem egyáltalán előzniük sem kellett, aztán itt vannak az adatok, hogy hogy is állnak ők. Publicisztikáink vannak, Green Balázsnak van egy nagy riportja Gödöllőről. Úgyhogy jó szívvel ajánlom. És a pápa látogatásról is van egyébként szó benne, csak hogyha... Nyilván. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm, hogy meghívtatok. És hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet, figyeljenek minket továbbra is, hallgassák a Klubrádiót, támogassák a Klubrádiót, minket ne hallgassanak. Dehogy nem. Dehogy nem. Hát hallgassanak hát a podcast, hallgassanak, nézzenek, olvassanak. Minden nap kínálunk most már valami hallgatni, nézni, és most ugye éppen aktuálisan olvasnivalót. Puzsér Róbert a hátoldalon. Úgyhogy köszönjük, hogyha a független médiát azzal támogatják, hogy hallgatnak, vásárolnak és néznek minket. Örök hála. Köszönjük. Amen.